Sziasztok fiúk, lányok és virtuális várostervezők, ez itt a City Skylines 2, és folytatjuk streamer falva felvirágoztatását. A mai alkalommal arra gondoltam, hogy keressünk bődületesen sok pénzt elektromos áram exportjával, hogy elláthassuk ezt a gyönyörűséges ipari kikötőt, vagy high-tech ipari kikötőt, amit a legutóbbi alkalommal rittyentettem össze. Ha érdekel titeket, akkor nézzétek meg az előző epizódot, amit linkeltem így a videó információs kártyái közé, és akkor most ebben az epizódban elektromos áram és annak exportja következik. Alapvetően a városomat ez a geotermikus erőmű látja el, illetve itt van kiegészítés gyaránt egy naperőmű, és ezek együttesen termelnek cirka olyan 367 megawattot, amiből ugye 130-at fogyaszt a városunk, tehát marad 235 körüli elektromos áram megawattban, és ezt exportáljuk. Most ez azért csökken per pillanat, mert megy le a napocska ott a horizonton, és hát a napelem az szereti a napsugarát. Úgyhogy ez így alapvetően a napelemnek a határa is egyben. Hú, de szép kék. Tehát a napelemmel ez az egyetlen probléma, tök tiszta, és viszonylag jól is termel, ellenben csak nappal termel meglepő módon, éjszaka pedig az aksikból táplálja a rendszert, ameddig az aksik bírják, illetve, hogyha úgy állítjuk be a térképet, akkor ezt az éjszaka-nappal váltást ugye ki lehet kapcsolni, és ezáltal 0-24 termel valamennyit, viszont még így is ki van téve az időjárási és évszakok viszontagságainak a rendszer, tehát télen kevesebb a napsütéses óra, több a felhő, stb. És akkor is, akkor gyengébben termel. Illetve, hogyha egy felhőt szimulál fölé a játék, akkor is visszaesik a napelemeknek a termelése, úgyhogy ez egy ilyen kellemetlen velejárója a rendszernek, viszont tiszta energiaforrás, még szerintem tök jól is néz ki, hogyha ilyen végtelen napenergia telepeket létesítünk mondjuk egy sivatagosabb városkában, úgyhogy lehet vele játszani. Ellenben a geotermikus erőmű a lehető legjobb megoldás, főleg a játék első szakaszában. Gyakorlatilag tök könnyen föl lehet oldani, és bár elsőre egy nagy befektetés, főleg hogyha upgrade-eljük is, viszont utána annyi energiát termel nekünk, hogy rögtön pozitívba billenti az egész cashflow-t. A probléma, és ezt nem igazán jól kommunikálja a játék, hogy alapvetően ha megnézzük itt az elektromos költségvetést, itt látjátok, hogy a költségvetés a 100%-on van, tehát nagyon jól kalban tartom a rendszert, viszont csak 40%-os rezsit fizetnek érte a kedves városlakók. Na igen, ez az igazi rezsicsökkentés, és akkor ebből jön össze a 80 ezer bevételünk a rezsidíjakból, és egy hát per pillanat ilyen 524 ezer, de hogyha a napelem rendesen termelne, ez olyan 600 ezer körüli exportbevétel, amit úgy nyerünk, hogy ezekkel a magas feszültségű távvezetékekkel összekötjük a rendszert. Ugye alapból kezdésként mindig van egy ilyen távvezeték, amire rá lehet csatlakozni, illetve abból is transformálhatunk áramot a városunk számára, és akkor vehetjük az áramot, ami szintén egy jó döntés lehet kezdetben. Ugyanakkor ezeknek a magas feszültségű távvezetékeknek megvan a maga limitációja, mégpedig szám szerint 400 megawatt, tehát ennyit tud maximálisan szállítani kifele, tehát ennyit tud maximálisan exportálni is kifele egy darab rendszer. És akkor itt jön a slusszpoén, ugye látjátok, ez itt az eredeti hálózat, ez van így gyárilag kiépítve a térképen is, és ez megy kifele mind a két irányba a térképről, ez biztosítja az exportunkat. Most látjátok, hogy itt rá van kötve a napelem, ami már nem termel, mert éjszaka lett, illetve a geotermikus erőmű, és az pedig még továbbra is termel kifele, itt lecsatlakozik az egész, és itt egybe a városba, ahol itt egy második transformátorral ezt a városrészt is ellátjuk elektromos árammal, itt egész magas a fogyasztás, ugye a sok nagy irodaház és társai, tehát azok azért már viszik az áramot rendesen, illetve ez az ipari park se fogyaszt keveset, de ezt még jobban meg szeretném kínálni. A dolog lényege, hogy kell biztosítani újabb kimeneti sávokat kifele, és ez egy teljesen különálló áramkör kell, hogy legyen. Tehát független az eredeti nagy áramkörtől, mert ugye annak a kapacitása 400 megawatt. Gyakorlatilag annyit kell csinálni, hogy ezzel párhuzamosan, de nem összekötve vele, egy újabb sávot biztosítani, ami kimegy, és azt kell rákötni a további erőműveinkre. Úgyhogy első körben én ide
felhúznék egy második geotermikus erőművet, ez alapvetően egy 300 ezres fenntartási költséget is jelent nekünk. Most per pillanat 770 ezer a cash flow, tehát annyi pénz dől be a házba, amennyit nem szégyellünk, és én ezt szeretném még tovább növelni, mert még, semmi nem elég, akkor ide szépen lerakok egyet, és még ide is tudok egy újabbat mellé a szomszédba rakni, ami azért csodálatos, mert akkor rögtön kettő darab erőművet tudunk így biztosítani, úgyhogy ez egy kifejezetten jó ilyen hely. Na ide már nem fér el egy újabb, mert nincs ennyi talajvízünk sajnálatos módon, de ez még nem a végleges változat. Mind a kettőt felokosítom egy extra turbinával, illetve egy ilyen ciklikus erőművel, úgyhogy ez plusz 150 megawatt termelést jelent mind a kettő erőmű számára, majd ide teszek egy-két parkolót, meg némi közüzemet, hogy azért ide érjenek így normálisan a kedves itt dolgozók. Mind a kettő jelenleg, ez már kapásból 107%-on, ez mellett pedig 108, és hogyha rápillantunk az elektromos háztartásra, látjátok, hogy majdnem 1000 megawattot termelünk, de mégiscsak 254-et exportálunk. Az ok az, hogy ugye ezt a 130-at levonjuk az most már 1000-ből, és akkor az nem 254, de tekintve, hogy csak ez az egy áramkör viszi kifele az áramot, és az meg már csurig van, ezért nincs más lehetősége, csak ennyit tud exportálni, illetve igazániból ennek az erőműnek a 300 vagy 450 megawattjából vonja le a 130-at, és akkor a maradék 253 megy ki. Viszont mivel ez itt egy teljesen különálló régió, ezért nincs más teendőnk, mint itt szépen megvásároljuk a határ összeköttetéseket. Így szépen, úgyhogy most már érintkezünk a külső határvidékkel. Ez is egy nagy befektetés lehet, de abszolút megtérül, max ezért veszel föl kölcsönt. Igen, tehát kölcsönt az vegyen föl, aki befektet belőle és nem elkölti hülyeségekre, tehát mindig tőkének kell kölcsönt fölvenni, és így a játékerén érdemes így tenni. Na, a másik dolog, ami még szintén nem lehet abszolút feltűnő, hogy a távvezetékeket is nem muszáj a talaj fölött vezetni, mehet szépen a talaj alatt. És ez is egy nagyon jó megoldás, mert így földön, vizen, levegőben nem, de gyakorlatilag bárhol végigvezethetjük gond nélkül. Egy dolog fontos, hogy elvigyük a határig, hogy megjelenjen ez a kis nyilacska, és látjátok, ennek az erőműnek a termelése be is lett kötve, és rögtön a 250 megawattos exportunk 604-re felszökött, de ez még mindig nem a vége, mert itt is szépen csinálok egy ilyen kivezetést, és gyakorlatilag ennek az erőműnek is a teljes kapacitása megy pillanatokon belül exportra, és így a 604 megawattunk majdnem 900 megawattra szökik föl. Ugye mind a kettő erőmű egyébként így betáplál így az úton keresztül egy ilyen kis feszültséget, hát ezeknek 80 megawatt a teljesítménye a kis feszültségű kábeleknek, ezek mennek az utakba, ezeket használják a háztartások és a házak, és ez így teljesen rendben van. Ha szeretnénk még esetleg magas feszültséget bekötni, akkor azzal a transformátorral érdemes akkor játszani, de erre most jelen pillanatban semmi szükségünk. Úgyhogy nincs más hátra, mint megnézzük a cash flow-t, és látjátok, hogy már is 1 millió fölött van az exportunk, de ez még pillanatokon belül tovább fog növekedni, amint a szimulációi magához tér, és ráeszmél arra, hogy milyen bődületesen sok áramot kezdünk el exportálni kifele. Ha jól emlékszem, a 250-300 megawattos exportunk jelentett olyan 550-et, most viszont ennek per pillanat, ha rámegyek a grafikonokra, hát majdnem a háromszorosát kell exportálnunk, tehát hogy itt a cashflow-nak most már ilyen 1 millió 800 ezer körül kell majd megállnia, és hát ez minden várakozást túlszárnyalt, ez 2 millió 228 ezer, úgyhogy nem csak az 1 milliós korlátot haladtuk meg és dupláztuk meg, hanem a 2 millió fölé is betörtünk, de ez még nekem mindig nem elég, és látjátok, most már az elektromos ipar az nettó profitábilis, de ne álljunk meg itt, hanem vannak nekünk ilyen perk pontjaink, és
a gázerőművet nem oldottam föl, a szénerőművet se, de ami az igazán nagy biznisz, az a nukleáris erőmű, úgyhogy egy atomerőművet fogunk létesíteni. Valahol, csak egy pillanatra, tehát nézzük meg egy összehasonlításképpen, tehát az alap kis szénerőmű, az 20 tonnányi szenet eszik, és 20 megawattot termel, a szélerőmű az csak 5 megawattot, illetve ki van téve a szél erősségének, úgyhogy már ennek a négyszeresét stabilan adja a szénerőmű, viszont szennyezi a környezetet. Egyen jobb a gázerőmű, ami ugye a gázt fogja enni, szennyezi szintén a környezetet, elég drága és a fenntartási költsége sem olcsó, viszont 250 megawattot termel, tehát a 12,5-szeresét a kis szénerőműnek. Ez egy akkumulátor, ez nem érdekes. Itt a nagy szénerőmű, az 300 megawattot termel, és természetesen fogyasztja a szenet, mint a veszett fene. Itt van a kedvenc kis geotermikus erőművünk, ez is 300 megawattot, nem, ez 150 megawattot termel, tehát fele annyit, mint a szénerőmű, viszont ezt is fel lehet még turbózni, hogy cirka 300 megawattot termeljen szintúgy, és egy viszonylag tiszta, tehát csak a levegőt szennyezi így maga körül. Egyetlen egy probléma, hogy itt a város felé fogja ez a két erőmű fújni egy picit így a dzsuvát, úgyhogy arra majd nem árt figyelni, hogy ezeknek is a szélkitettségére odafigyelni. És itt van a napelem, ez 200 megawattot képes ám termelni, és még tovább lehet ezt húzni, tehát nem rossz, de mondom, ki van téve abszolút az időjárás és éghajlati viszontagságoknak. A vízerőművet azt nem oldottam föl, avval is sok áramot lehet termelni, de avval még nem játszadoztam, de itt van nekünk az atomerőmű, és 750 megawatt, gyerekek. 750 kövér megawatt, és az igen, hát ez nem picike, Na jó, hát ennek valamit így ki kell találni, viszont ahogy elnézem, ez csak hangot termel, semmi környezetszennyezést nem ad ki magából, úgyhogy ez lesz a tökéletes megoldás ide. Szerintem ezt rögtön ide pozícionálom, ide a geotermikus erőművek mellé. Megnézem egy pillanatra, hogy van-e itt bármilyen talajban lévő ilyen erőforrás, amit esetleg ki akarnék aknázni később, és nem érdemes rá települni. Hát itt van egy erdős rész, úgyhogy esetleg ilyen erdőgazdálkodást tudok ide tenni, de a negyedik kockafalva kerület mellé akkor egy ilyen atomerőművet így leraknék, és akkor 750 megawatt. Na most azt látni kell, hogy 1 milliós a fenntartási költsége, de igazándiból a 7,7 millió az elbírja. Úgyhogy nem izgulok túlságosan miatta, illetve megnézzük, hogy mekkora profitunk lesz a legvégén ebből az egészből, hogyha ennek az elektromos áramát is elkezdjük árulni jóló kupec módjára, akkor ezt szépen ide mellé, és itt az atom, kérem szépen, megvan az atomerőmű, 137 vagy 134 munkásnak ad ez otthont majd, ha egyszer elkezdődik itt a beköltözés, illetve lerakok ide azért egy parkolót, nem minthogyha itt ne lenne egy jó kis parkoló részleg az erőműnek, de azért, na, mégiscsak jobb az. Jó, azért látszik, hogy itt már a jó oktatásban résztvevőkre számítanak első körben, úgyhogy ezekből kell majd sok, enélkül nem érdemes lerakni, de bár amíg eljutunk eddig az erőműig, addig már biztos az oktatás is rendben lesz, és csak egy darabot enged építeni? Ajajaj. Hát én azt hittem, hogy lehet spammelni a nukleáris erőművet. Na, és látjátok, akkor így nincs más teendő, csak így szépen párhuzamosan ezt is kiexportálom a vérbe. Most a cash flow egyébként lement 6,8 millióra, tehát tényleg vesztettünk 1 milliót a fenntartási költség miatt, de amint ez az áramtermelés így elkezd kifele vándorolni, nem lesz gond. Viszont ennek, ahogy nézem, kell hűtőfolyadék is. És ahogy nézem, az egész városnak kell hűtőfolyadék. Jó, akkor nézzük, hogy erre milyen alternatíváink vannak. Van itt nekünk ugye a kis víztorony,
ami 30 ezer köbmétert biztosíthat. Most jelenleg 717 ezeret fogyasztunk, és 540-et termelünk, úgyhogy azért itt ebből kéne egy jó 10 darab, na most nem biztos, hogy akarok ide 10 darabot felhúzni, ugye ennek 26.400 dollár a fenntartási költsége, ezzel szemben van itt egy talajvíz pumpa, talán ezt még ide tudom rakni mellé, és akkor ez egy 75.000 köbmétert rak, és 30%-át szívja el a talajvíznek. Most nem tudom, hogy ezek a talajvízkészletek egyébként logikusnak tűnik, hogy előbb-utóbb kiörülnek, úgyhogy én ezt meghagynám az áramtermelésnek, viszont tök olcsó a fenntartási költsége. De a leghatékonyabb az a vízpumpa a folyóparton, ami 100.000 köbmétert szittyóz be, de cserébe csak 8.800 a fenntartása. Úgyhogy szerintem ilyenekből én most bevásárolok itt az öbölben, és vagy egyből itt a gyártelep mellett, teljesen jó lesz ez nekünk, és akkor húzok ide egy ilyen kis utacskát is neki. Szépen egy kis út elég lesz, itt leágazik majd. Így mi? Jó, vízbe van az út persze. Hát a vízpart mentén visszük, hol legyen. Igen, nagyon, nagyon érdekesen kezeli ezt a vizes dolgot a játék amúgy. Így. Szerintem ide el fog férni 2-3-4 pumpa. Ezt akartam látni, és akkor ez már 100.000-rel megkínálta az egészet, amit még, hogyha fölfejlesztek, egy extra pumpával, akkor még egy 50.000-et rá tudunk pakolni, úgyhogy kettő ilyen vízpumpával, vagy vízszivattyúval igazándiból meg is leszünk, úgyhogy már is még egyet mellé rakok. Kíváncsi leszek, hogy ez mennyiben fog így hatékonyan működni, itt van rögtön két vízpumpa egymás mellett. Ó, milyen kis támfal van itt, kérem. Jó, viszont ez tökéletesen ellátja az erőművünket, plusz még van egy kis extra vízünk is, és a szennyvíztisztítás is abszolút biztosított, úgyhogy jók vagyunk. Na, ez például egy nagyon jó húzás volt. Nézzük meg, hogy közben az elektromos ipar az detektálta-e azt a bődületes mennyiségű áramot, amit itt kifelé exportálunk. Jelenleg 116%-kal megy az atomerőmű, és mindenki elkezdett dolgozni. Na, így kell ezt csinálni, csodálatos. És nézzünk rá a cashflow-ra. 7,6 millió, és az áramtermelésünk pedig 3.400.000. Nem is rossz, nem is rossz. Úgyhogy így lehet jócskán fölélülni a rendszernek. Most már csak azt kell kitalálni, hogy hova tovább. Én arra gondoltam, hogy van itt nekem még egy részecske ütköztetőm is valamerre. Itt van az óriás hadron ütköztető, ami hát gyakorlatilag a szoftver és elektronikai ipart fogja így feltuningolni, illetve még az egyetemi felsőoktatást is. És hogy hát ez se picike. Ez se picike. Olyannyira nem picike, hogyha én ezt mellé akarom rakni, már pedig mellé akarom rakni, akkor ezt a részt is megvásárolom. És akkor itt ez egy ilyen nagyon tuti high-tech rész lesz már megint erőművekkel, illetve részecske hadron ütköztetővel. Már csak a parkolókat kell majd mellé tenni. És a legjobb, hogy tök tiszta, vagy hát relatív tiszta, itt a kis geotermikus erőművek termelnek némi mocskot, de annyi baj legyen, akkor ide rakom párhuzamosan az atomerőművel. Ez 4 millióba kerül, de úgyis nagyon sok XP-re van szükségünk, úgyhogy menjen a hadron ütköztető lefele, és mennyi a fenntartási költsége ennek amúgy 400.000 havonta, azt kitermeljük 10-szer is, hajrá! Hű! Hát ez lapos.
Ez elég lapos. És búg. Jó, hangosan búg. Na jó, de hát itt a felszín alatt van a történés. Igazániból tök jó lett volna, ha lenne itt egy ilyen kör alakú pálya legalább, hogy így látszódjon is belőle valami. És lehet ezt upgrade-elni valamilyen formába? Nem lehet sajnos, ez ennyiben marad. És nézzük csak, 52 munkahelyet biztosít, és 116%-kal működik, és cserébe a szoftver és elektronikai ipar iránti keresletet megnöveli, és ugyanúgy a termelésünket is. Apropó termelés, most megint egy kicsit lecsökkentettem így a cash flow-nkat, de amint föl kell a nap, még pár százezer rá fog csurogni erre, köszönhetően ugye a naperőművek bekapcsolódásának, és hújjújjújjújjúj, mi történik itt? Mi történik itt már megint? Szennyvíz problémák ütötték fel fejüket. Na nézzük csak, 966, mi, mennyit iszik ez a részecske ütköztető? Vagy részecske gyorsító? Nagyon sokat. Mindegy, van egy kis deficitünk, semmi probléma, már is megyek a kis partmenti szivattyúállomásomhoz, elszívjuk itt az egész csatornát gyakorlatilag, és kell majd nekünk egy extra szennyvíztisztító is. Az a jó, hogy míg az áramháztartás, ott azért lehetnek ilyen szűk keresztmetszetek, addig a szennyvíztisztítás az tök jól megy egyetlen egy nagy vezetéken keresztül is. Úgyhogy ezt így felturbóztuk ezennel. Ezt érdemes, hogy gyorsabban tisztítson, de nem kell, tehát elegendő szimplán csak még pár ilyen ülepítő medencét ide betenni, és akkor már is a szennyvízünk az tökéletesen meg van tisztítva, 966 ezer köbméter, és 1 millió 30-at tisztítunk, úgyhogy teljesen jó a kapacitásunk is, és még cserébe, hát a cash flow az most így visszaesett. De hozzá kell tenni, hogy még az ipar, meg most az irodák is nem kezdték el a napi működést, úgyhogy kicsit előreugrunk, meg most elkezdett esni, úgyhogy ocsmány éjszakai idő van, megnézzük, hogy mi lesz a végeredmény, hogyha fel kell a nap, és elkezd termelni a naperőmű. Ó, mi bajotok van itt, gyerekek? Drága lett a lét? Ne csináljátok. Kell még nektek munkahely, ahogy látom. Felkelt a napocska, a naperőművek is megkezdték a termelést, mindenki munkában, úgyhogy nézzük meg, hogy hogy áll a cash flow, illetve még egy apróság, amit elfelejtettem, hogy ez az erőmű 885 megawattot termel, 118%-os hatékonysággal, ugye, ami annak köszönhető, hogy egyrészt van egy-két olyan spéci épület, ami már így az elektromos termelést így tuningolja, és hogyha 100%-os a munkaerő kihasználtság, akkor ez is ugye még rádob egy lapáttal. És hát ugye ez duplája, több mint duplája annak, amit ugye egy magas feszültségű vezeték képes elbírni, úgyhogy én így fogtam magam, és még a másik kettő kivezetési pontot gyakorlatilag összekötöttem egy ilyen export, különálló export hálózattal, úgyhogy ebből az atomerőműből 4 darab magas feszültségű távvezeték megy exportra, és így az előző 3,5 milliós elektromos áram termelésünk rögtön felszökött 4,8 millióra. Ez így már több mint baráti, és 1,8 milliót termel így az elektromos ipar, amit hogyha még kicsit adóztatnék, akkor föl tudnék vinni bőven 2 millió nettó profit fölé, és így a 7,7 milliós költségvetésünk pluszba 9,3 körül állt meg, de hát már bőven 9 millió fölött vagyunk, úgyhogy ez sikerült így most az elektromos áram exporttal elérnünk. Természetesen itt azért még bőven van lehetőség ezen a pályán további bővítésre, illetve hát ahogy a városunk is bővül, úgy a fogyasztása is, úgyhogy majd ebből az áramból, amit megtermeltünk, azért vissza kell csurgatnunk egyre többet és többet a városunk számára, de összességében ez a majdnem 2 milliós profit csak az elektromos iparból kifejezetten biztató, és gyakorlatilag ez így helyen közel innentől kezdve már fenntartható is lesz. Úgyhogy nem mintha gondunk lett volna a pénzzel, de így aztán már biztosan, garantáltan nem lesz egy jó ideig.
és még megépítettünk cserébe csomó költséges dolgot, és ezekkel együtt vagyunk ilyen szép pluszos költségvetéssel, úgyhogy itt van nekünk a hadronütköztető, úgyhogy most már az elektronikus szoftveripar is így fel fog virágozni, és szerintem itt ezeknek a népeknek nem fog ártani majd itt egy jó kis technikum, ahol majd tovább pallírozhatják a kis elméjüket így a szoftveripar tekintetében. Ide még leraktam egyébként néhány, ó, és hát mit nem ad Isten, rögtön elektronika, elektronikus cégek, szuper, majd lehet, hogy a többit is szépen átépítem, de nézzétek meg, napelem a tetején, teljesen jó, szépen illeszkedik, ez a föld alatti parkolóház is ki van használva, illetve ide is raktam egyet, hogy akik jönnek ide dolgozni kocsival, nagyon remélem, hogy kocsival jönnek, akkor azok is itt be tudjanak parkolni. Hát jelenleg egy ember gondolta úgy, hogy ő használatba veszi ezt a mély garást, ami hát nem túl jó. De remélhetőleg majd a többi itt dolgozó is majd úgy gondolja, hogy használatba veszi. Ha nem, akkor max elbontom, de kifejezetten jól néz ki itt ez a kis mély garázsocska. Úgyhogy ennyit gondoltam mára, remélem, hogy élveztétek. Elsősorban itt mondom, az elektromos áram exportja és annak a többszörözése volt a lényeg. Ugye különálló áramkörökön kell kivinni a határon az áramot, úgyhogy meg kell vásárolni hozzá egyrészt a határmenti összeköttetést, és tényleg arra figyelni, hogy utána teljesen önálló áramkörön vigyük ki a magas feszültségű távvezetéket, vagy föld felett, vagy hát számomra inkább preferált a föld alatti átvitel. Úgyhogy remélem, hogy tetszett és hasznosnak találtátok ezt a kis snittet így mára. Én megköszönöm szépen a figyelmeteket, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatását, aki úgy gondolja, hogy feliratkozott a csatornára támogatóként is. Találkozunk legközelebb egy újabb City Skylines 2 videóban, és még mielőtt elmentek, egy lejátszási listában raktam össze az eddigi City Skylines 2 tartalmakat, úgyhogy ha visszanéznétek őket, akkor ott megtaláljátok. Ezt is linkeltem a videó leírásába és az információs kártyáig közé. Jó játékot, jó városépítést, sziasztok!